déli pályaudvar helyett csak kelenföldig járnak a vonatok két hétvégén is, adta hírül a MÁV Inform. Azt írták, a déli pályaudvar és Budapest-Kelenföld között felső vezeték karbantartás miatt február 18-án, 19-én és 25-én jelentős korlátozásra kell készülniük az utasoknak. A Bakony, a Göcsei, a Citadella, a Tópart és a Balaton Intercity, valamint a Tapolcai Sebes vonatok és az Oroszlányi S12-es járatok vasárnap 7 és 15 óra között a déli pályaudvar helyett Budapest-Kelenföld állomásról indulnak és oda is érkeznek. A tájékoztatás szerint a Bakony Intercity helyett Sárvár és Szombathely között pótlóbuszok viszik az utazókat, a 9 és 15 óra között közlekedő személyvonatok helyett szintén pótlóbuszok közlekednek Sárvár és Porpác állomások között. Vadászat közben sérült meg egy 61 éves férfi Perkáta közelében. A település külterületére szombat délelőtt hívták a rendőröket. A rendelkezésre álló adatok alapján a rendezvényen résztvevő 61 éves férfi sörétes fegyverből leadott lövésből eredő sérüléseket szenvedett. A sérült vadászt a mentők kórházba szállították. Az ügy körülményeinek tisztázása érdekében a Dunai Városi Rendőrkapitányság nyomozói adatgyűjtést, valamint helyszíni szemlét végeznek. 21. alkalommal rendezték meg a székesfehérvári esküvő kiállítást a Novotel Hotelben. Szombaton egy helyen mutatkoztak be a térség esküvői szolgáltatói. A nagynapot tervező párok megismerhették a legújabb mennyasszonyi ruhacipő és kiegészítő trendeket, a vőlegények pedig a legfrissebb öltönydivatot. A standok témája az öltözködésen túl nagyon széles volt. Karikagyűrű esküvői helyszín, fotós, videós, sminkes dekoratőr, szelfigép, esküvői DJ, meghívó és köszönetajándék is szerepelt köztük. Ezeken túl egyre divatosabb a füstgép is, mely akár a nyitótáncnál is kiemelten szép látványt nyújthat. Mögöttem látható gépeket száraz éggel üzemeltetjük, meleg vízben, forró vízben egy mínusz 80 fokos száraz éget engedünk be, és ezáltal egy kémiai folyamat során víz, gőz, pára, préselt széndioxid kerül ki a légtérbe, és nyitó táncnál tudjuk ezt felhasználni, ezt az eszközt, ezt a látvány elemet a mennyasszonyoknak, a vőlegények nyitó táncához. Kivételes gasztroutazásra invitálta az olasz ételkultúra barátait Bence Viktória. A Wikitalia megálmodója Székesfehérváron először szervezett olyan közös főzést, ahol Olaszország ízeinek szerelmeseit kalauzolta körbe virtuálisan Észak-Itáliában, Toszkánában, hogy a gyakorlatban is megismerhessék a csodálatos régió étkeit, egyedi ízvilágát. A hangulatos esten a vendégek megtapasztalhatták és megtanulhatták, miként készülnek a toszkánai ételek. Toszkánára azt szokták mondani az olaszok, hogy cucina povera, azaz a szegények konyhája. És ez azért érdekes, mert azt gondoljuk, hogyha így külsőként elmegyünk Toszkánába, hogy Olaszország emerésze egy gazdag régió, hiszen a turisztika miatt mondhatjuk, hogy gazdag. De ugyanakkor régebben nem ebből éltek az emberek, és a mai napig az emberek nagy része azok állattenyésztéssel és gazdálkodással foglalkoznak. A Szeretet és Bátorság próbája címmel interaktív, élőszavas népmese foglalkozásra hívták a kisgyermekes szülőket és csemetéiket az Aranybulla könyvtárba. A gyerkőcök a Szövőmadár meseműhelyel, a Népmesek Instás sorozat keretében játékos formában ismerkedhettek meg a mesék világával. A program célja, hogy minden gyermek megszülje a saját kis mesefészkét, amibe gyűjtheti az emlékeket, bátorságot, hagyományőrző mondókákat tanulhassanak, élőszavas népmesét hallgathassanak, népi játékokat játszhassanak, hogy ezt aztán hazavihessék mesetarisznyájukban. A mai mesefoglalkozásnak egy varázsmese lesz a tartalma, az Üveghegyi Királylány címet viseli a mese. Tulajdonképpen a varázsmesék a legcsodálatosabb mesék, a gyerekek szinte mindegyike nagyon szereti. Ebben a mesében öreg királytól elkezdve a három darab királyfi, kis királyfi, középső királyfi, nagy királyfi, hétfejű sárkány, aki átalakult tátossá, tátos paripává, üveghegy, üveghegyi királylány, tehát mindenki szerepelni fog.